Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Határozati javaslatot nyújtott be a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy a magyar kormány ne fizessen 75 milliárd forintot a magyar adófizetők pénzéből egy korrupt ukrán rezsimnek. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely felemelte szavát azzal szemben, hogy egy ilyen rendkívül súlyos gazdasági helyzetben, amelyben Magyarország is van, a magyar kormány mégis úgy döntött, hogy támogatja az ukrán államot, az ukrán állam fenntartását, és a miniszterelnök már be is jelentette, hogy gondoskodtak ennek a 75 milliárd forintnak az elkülönítéséről. Nagyon sajnáljuk azt, hogy bár szavakban annyira hangzatosan meg tudja fogalmazni a kormány a szabadságharcot Brüsszellel szemben, és annyira sokszor hallottuk a kampányban, hogy Magyarország kimarad a háborúból, a legkisebb nyomás hatására, az Európai Unióból érkező legkisebb nyomás hatására a magyar kormány önként is dalolva a magyar költségvetés forrásaiból a kormányhatározat szerint 187 millió euró közvetlen pénzügyi támogatást nyújt Ukrajna részére. A kormányhatározat indoklása szerint ráadásul a kormány elkötelezett abban, hogy részt vegyen Ukrajna háború miatt szükségessé váló pénzügyi támogatásában is. Itt az országgyűlésben ezen a héten hallhattuk azt a külügyminisztérium államtitkárától ráadásul, hogy ezt a támogatást Magyarország addig kívánja folyósítani, amíg Ukrajna talpra nem áll, tehát egy olyan szándéka van most a kormánynak, hogy akár évekig finanszírozza ennek a nem csak korrupt, hanem ráadásul magyar ellenes ukrán rezsimnek a ténykedését. Teszi ezt olyan körülmények között, amikor magyar családoknak okoz rendkívüli nehézséget, hogy egyáltalán a mindennapi megélhetésük költségeit finanszírozni tudják, a rezsiszámlákat ki tudják fizetni. Magyar vállalkozásokhoz érkeznek meg több százezres vagy akár milliós rezsiszámlák, amelyek miatt vagy csődbe mennek, vagy a jobbik esetben hónapokra be kell zárniuk a vállalkozásukat, az iskolákban pedig 18, illetve 20 fokban ülnek a magyar gyermekek. A magyar kormány mégsem a magyar vállalkozásokra, nem a magyar családokra, nem a magyar iskolákra költi el ezeket a milliárdokat, hanem arra az ukrán rezsimre, amely ráadásul ebben a háborús helyzetben is a munkácsi turulszobor eltávolításával kifejezetten magyar ellenes intézkedést hozott. Arra sem látunk semmiféle garanciát, hogy ezt az összeget valóban Ukrajna az állam fenntartására vagy humanitárius célokra fogja felhasználni, nem pedig ennek a korrupt rezsimnek a fenntartását fogják belőle finanszírozni, vagy esetleg közvetlenül a háború célját fogja szolgálni. A Mi Hazánk álláspontja szerint egyértelmű, hogy ezzel a lépéssel Magyarország újabb lépést tesz abba az irányba, hogy Ukrajna mellett elkötelezi magát, és a korábban a kormány által hangoztatott semlegesség, illetve a maradjunk ki a háborúból szlogent úgy tűnik, hogy nem tudja betartani. Már februárban a háború kitörésekor a Mi Hazánk mozgalom arra figyelmeztetett, hogy a gazdasági háborúból is ki kell Magyarországnak maradnia, mert így is rendkívül súlyos következményei vannak a nemzetközi helyzetnek sajnos a magyar gazdaságra nézve is, és nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen helyzetben még mi segítsük ezt a magyar ellenes rezsimet. A Mi Hazánk álláspontja tehát teljesen egyértelmű, sem közvetett, sem közvetlen módon nem terhelheti Magyarország költségvetését olyan összeg, amely Ukrajna háborús céljait szolgálja. De ha a szabadságharcot folytat valóban a kormány az Európai Unióval szemben, akkor nem csak ennek a nyomásnak kellett volna ellenállnia, hanem ha mennyiben az Európai Unió nem hajlandó a Magyarországnak egyébként jogosan járó forrásokat biztosítani, akkor szintén a Mi Hazánk az egyetlen párt, amely felvetette, hogy a magyar költségvetésből befizetendő, az unió kasszájába befizetendő 610 milliárd forintos támogatást mi se fizessük be az Európai Unió számára. Ha ők megtagadhatják egy nekünk jogosan járó forrásnak a kifizetését, akkor ugyanilyen alapon mi is megtagadhatjuk egy ilyen forrásnak a befizetését. A Mi Hazánk álláspontja tehát egyértelmű, nem csak szavakban kell szabadságharcot folytatni az Európai Unióval szemben, és Magyarországnak a gazdasági háborúból is ki kell maradnia. Köszönöm a figyelmet!
Köszönöm szépen.